Kommunikáció és karrierépítés a természetvédelemben címmel szervezett szakmai tábort a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány. A hallgatók ezúttal a Botfai Hűvös Kastélyban kommunikációt és úgynevezett természetvédelmi karrierépítést tanultak, ami állításuk szerint jól kiegészíti egyetemi tanulmányaikat. Az egyetemisták olyan készségeket sajátíthatnak el ez alatt a 6 nap alatt, amely egyetemeken kevésbé hangsúlyos, viszont eszenciális ahhoz, hogy mind friss pályakezdők a természetvédelmi szektorban esélyük legyen elhelyezkedni. Konkrétabban? Konkrétan arra gondolunk, hogy a karrierépítésnek része nagyon sok olyan készség, amely nem kifejezetten az akadémiai tudás, nem a természetvédelmi szakmai tudásra épül, hanem általános, mondhatjuk, hogy emberi tulajdonságok fejlesztésén múlik, tehát hogy egy interjún, állásinterjún hogyan szerepel valaki, nem csak azon múlik, sőt sokszor nem elsősorban azon, hogy mekkora lexikális tudás van a fejében, hanem hogyan viselkedik, hogyan kommunikál, mennyire fejezi ki világosan a gondolatait, hogyan készül fel egy állásinterjúra, hogyan értékeli a saját idegen nyelvi készségeit, tehát nagyon fontos, hogy a hallgatók egy visszacsatolást kapjanak, hogy amiről azt gondolták, hogy nagyon jók valamiben, az tényleg megállja a helyét a munkaerőpiacon, és talán ami a legfontosabb, hogy egyáltalán megtudják azt, hogy a munkáltatók mire kíváncsiak. Biztos az elége, amit az egyetemi padsorokban megtanulnak, vagy éppenséggel a munkáltatóknál sokkal fontosabb egyéb tudásra is szükség van, amely nem biztos, hogy az egyetemi tanulmányok során lecsapódott bennük. Tehát egy kicsit tömörítve, akkor itt tulajdonképpen egy olyan ajtó küszöbéről van szó, ami ajtó a munkaerőpiacra nyílik. Így van. Ez talán az Európai Uniós egyik legfontosabb célkitűzés manapság, hogy a munkaerőpiacra való bejutást megkönnyítsük, és a természetvédelmi szakemberek számára ez egy kifejezetten fontos cél és tudás, amit szeretnénk átadni. Egyetemi tanulmányait tekintve mi az a plusz, amit ez a tábor ad? Mivel egyetemi tanulmányaim alatt főként gyakorlati természetvédelmi ismereteket, illetve tudományos ismereteket szereztünk, kommunikációs gyakorlatra kevés lehetőség volt, így ez a tábor szerintem rendkívül jó lehetőség erre. Olyan új emberekkel találkozok, akik teljesen új témákról tudnak beszélni, és nem a hétköznapi megszokott környezetemben vagyok, hanem tényleg kicsit kiragadnak ebből, és teljesen új irányba nyithatok ezzel. Itt ugye gyakoroljuk az angol nyelvet, valamint a térinformatikai programokba is elmélyülünk, valamint egy kis betekintést ad az önkéntesség szerepvállalásának fontosságába. Környezet és természetvédelmi szakembereket a későbbiekben is képeznek majd. Lesz-e rendszer abból, ami most itt van Botfán? Ezek a pályázatokra épülő táborok, ezek általában egyedi pályázatok, ugyanakkor mintát nyújtanak, és ha megfelelő publicitást kapnak ezek, akkor azt gondolom, hogy felkelthetik az érdeklődést, és beépülhet a hosszú távon a felsőoktatás gyakorlatába is.